Na csácsumi csőtészt a csokolár és traktorkerék, szavaztok papikáim! Üdvözöllek benneteket innen Amerikából. Ugye, folytatjuk a videósorozatunkat, már indítom is a vetőgépet. Ugye meg kellene szereznünk az első kamionunkat, ami a legdögösebb kamion lesz ugye, ami a játékban van. Jó, ezzel át kéne vonulni a másik földre, ezzel át kéne vonulni ide. És bele kéne pörgetnünk akkor az időbe, hogy ki gyorsan érjen befele a másik földön ugye a gabona, a bab, és ha már az a föld le lesz szaladva, már meg itt lesz ugye a következő jármű a járműparkunkba. Egyelőre most nem akarok venni, gondoltam rá ugye, hogy veszünk ilyen épületeket, de most nagyon spórolós vagyok. Egyébként meg észreveszitek, hogy gyakorlatilag nem pihennek a gépek, folyamatosan tudnak dolgozni, ugye? Ezt érdemes ugye megcsinálni, ezt mondtam, hogy kettő földed van, akkor tudsz már folyamatos vetésforgóba dolgozni. Tudom, hogy a vetésforgó nem pont ugyanezt, nem ezt jelenti, de ebben a... Mit akartam mondani? Ebben az összefüggésben ezt jelenti most nekünk, gyerekek. Gyorsan érjen be a cucc. Gyorsan ez megy a vetőgép, hát amennyire gyorsan tud, ugye ezt passzus, megnéztük, 20-szal tudná húzni. Erre meg csak szegény 10-zel tudja. Nem baj. Ezt meg addig nem érdemes elvinnem. Inkább azt csinálom, hogy majd egyszer elviszem. Ugye pont azért vettük a nagy pótot, hogy ne kelljen folyamatosan ide-oda ingáznom. Viszont a pici pótért lehet, hogy közben el tudnék ugrani, ugye, amíg pörgetjük az időt. Le is rakom ezt, és akkor elugrunk a kis pótért, gyerekek, hogy ne az legyen, hogy... Jó, ezt lerakom ide. És akkor ugye ott hagytuk. Sőt, azt csinálom, hogy akkor visszaugratom ezt a traktort. Csak jót ugrassunk vissza, ugye. Aha, ez van itt a izén. Aha, és akkor ezt. Szállítás, és akkor nem kell elmenni, hanem csak visszajönni elég. Ajaj. És akkor ezt a pótot ezt hagyom, mert ez tök jó. Gyorsan erd vele, ugye. Furikázgatni ide-oda. Úgyhogy éppen kell majd ürítenünk egy... Sőt, még meghagyom a izét is, traktort is, a kicsi traktort, mert gondoltam rá ugye, hogy eladom. De hogyha például gyorsan meg kell üríteni a kombájnt, nem tudunk mit csinálni, akkor az teljesen jó, ideálisan lesz ez a kis pót. Még a kicsi traktorral. Ugye nem, most egy Big Bad-dal például nem nagyon kellene egy ilyen pódot húzingálni. Az ilyen durva lenne, nem? A legkisebb pót meg a Big Bad. Tök jó, most már fejből tudom az irányokat meg az útvonalakat. Figyeljetek. Hoppá. Kicsit bűnözünk, hopp. Fölkenődök valahova, azt nézegethetek, mi? Ezek a gépek nem tudom milyen régiek. Mármint úgy értem, hogy nem így a valóságban milyen régiek ezek a típusú készek, hanem... ugye a játékban meg kellene nézni, lehet, hogy már horribilis költségei vannak. Ugye minél régebbi egy gép, annál több a fenntartási költsége. De jól néz ki az a vaskerítés, baromi jó ez a map. Jó cuccokat válogattak össze hozzá. Na, meg közben majd egy izét is tudunk vállalni, megint egy bérmunkát, egy kisebb földön, ami megint egy kis plusz pénzt fog hozni nekünk. A 9-est megnézzük. Lehet, hogy vetni kell majd a 9-esre, vagy nem tudom. Jó, már jön vissza a vetőgép. Azt néztem, hogy mit csinál az ott középen, aztán rájöttem, hogy már visszafele jön. Ott meg már egy csik be van érve, de az nekem kevés. Érjen be rendesen. Nagyon ráfügtem most erre a sorozatra, imádom. Ezt be is kéne oda tolatnom. Ezzel a póttal különben tökéletesen működik ez a traktor. Ezével az a nagy dollissal, azzal már van baja. Jó. Ha kell, akkor ezt tudjuk majd használni. Egy sterimót majd kell mennem, mert az nagyon le vannak már koszolódva a verdák.
Hát ezzel nagyon nem akar boldogulni. Jó, a várakozó álláspontra vagyunk helyezkedve. Ugye ezért van az, hogy itt is látjátok, hogy már ugye elkezdett nőni itt a... Ott is azért van már beérve az egyik csik, mert ugye pörgöttük közben az időt. Jó, akkor ugye 175 ezer pénzt kell összekapni, és akkor meg lesz nekünk a... Közben megnézem majd az árakat, jó? Hogy mennyi az annyi. 2900, ez nem rossz. Csak most egyelőre fölösleges azt elszállítanom, mert bele fog férni az összes. Akkor meg minek? Szerintem egy kicsit állítok. Így. És akkor meg is indítom. Hé, hey, haver, állj meg, mit csinál? Azt is rányomtam, hogy mennyi. Haver. Hát úgy akart elindulni, hogy nem engedte le a vágóasztalt. Érdekes volt. Jó, mehet. Talán addig beérik, amíg végigér. Ha nem, akkor majd megnézzük. Megállítjuk, ugye. Ez meg betegesen harmadik sort húzza. Hát egy jó traktor lesz már. Ugye, mivel dupla olyan sebességgel tudna menni, egy jó traktorra már hatodik sort húzna, nem a harmadikat. Harminc nyolc ezer, hatvan ezer literre pont meg lenne 3000-ével kb. Tervis idő várható, azt mondja ki, 3000-be kerül. Bérköltségek, hitelkamat 842 naponta. Ugye azt is majd egyszer vissza kéne fizetni, de most... Ugye azzal most 842-t bukunk naponta belőle, majd a pénzünkből, de sokkal többet tudok termelni azzal a pénzzel, amit hitelt felvettem. Nem nagyon akar itt beérni. Meg fogom állítani. Ezt meg akartam nézni, hogy van beállítva, hogy... Műtrágya állapota 1, jó. Oké, ezt ne szeretjük. Várja? Már engedd be a kormányt, majd én megfordulunk. Én megfordítalak. Jó, koszos már ez a gép. Na, meg kell várni. Sajnos meg kell várni. Ez szerintem egy reggel, ugye? És amikor beérett, abban a pillanatban megállítom az időt, és akkor megyünk bérmunkázni abban a pillanatban. Hogy egy kis plusz pénzt termeljünk. Na. Ez teljesen nem érett be. Na mindegy, megnézzük addig milyen bérmunkák vannak azért. Mondjuk ugye a 9-est azt itt szoktam erőltetni. Nincsen. Jó lenne már beérne. Mindegy, addig gyorsan ürítünk egyet majd itt ezen a felén. Naponta legalább egy ilyen 5000-et bukok ugye a bérmunkával, a mindenféle költséggel együtt. Jó lenne beérni addig, amíg az odaér. Nem fog beérni addig. De az meg pont jó helyen megy, jó akkor. Jó lenne pont most beérni. Ötvenezer gyerekek. 3000-ével lesz 150 000-be fáj, ugye? Ezt aladni. Nagyon-nagyon jó. És arra várok el, hogy beérjen ez az egész.
vagyunk. Jó lenne, ma történne valami. Sihess már, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Ez mit csinál? Mennyi? Ez még felénél sincs. Ugye lassú. Ez a legrosszabb most ugye a gépparkomba. Ez is ugye a vontató, a traktorom. A másik meg az a vető. A vetőtraktor az nagyon szar. Mennyire tudnám eladni ezeket? Nézzük meg. 65 ezer darab, ilyen. 65 ezer darabja, az nem rossz. Úgyhogy ezt majd be kell számolni őket esetleg. Ha mégis ugye ne tudnék adni egyet. Ja, egy ilyen nagyon pici traktor is elég lenne nekem. Sőt, ha a hátsó csatolót raknék. Ez az. Oké, srácok, és akkor most jöhet a bérmunka. Most jöhet ugye, megállítjuk az időt. És most jöhet a bérmunka. Gyorsan, hát hogyha már van valami, nincsen, gyorsan a másikra. Kettes, tukatás. Gombaj, aratás, mennyi pénz, mennyi idő van rá? Fú, 30 perc, ez nagyon sokáig tartana. Inkább akkor valami mást, hát ha találunk. Ez jöhet. Ez gyors, ez nagyon gyors. Nem akartam bedobni a súlyt, bazza. Miki szépen! Micsoda, hogy nyílik ki te, Jézus? Nagyon durva, nem? Figyeld! Kitolódnak, és akkor az meg így kinyílik, és akkor nem is jó helyen állok akkor. Sokkal szélesebbek vagyunk, mint amennyi. Mennyire beállítottak. Jó is beállíthatnák ezeket a dolgokat, mi? Leengedjük, és akkor B. Csinálja is? Aha, csinálja. Gyerekek, ez nagyon durva széles, mi? Ez egy ilyen három fogás. Négy. Nem csoda, nem ad érte sok pénzt. Ezért így konkrétan lehet trágyázni. Nem figyeljétek, figyelés a magasságát a földnek, mert ahogy billeg a gép. Így lefelemelkedik egy-egy ilyen szára néha. Így amikor például hogy döntögetem. Igen, egy negyedét csinálta meg, akkor négy lehúzás. Megcsináljuk, addig megtelik a kombájn. Kiürítjük a kombájn, kb. Megtelik a félpótkocsi. És eladjuk és megvesszük a lizardot. Megvan fele, sőt több mint fele. Hogy eltaláltuk, ez nagyon jó volt. Igaz, nem kapunk ezért sok pénzt, de legalább akkor annyival is beljebb leszünk. Elég jó áron kell eladnom azt a babot, hogy ugye kijöjjön a 175 ezer. Ugye 180 ezer, ha 3000 van eladva, 3000-rel ugye literje, majd 1000 literje. Gyorsan, 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 gyorsan. Mindjárt én nyomok egy B-t is, akkor nincs vissza Szántóföldre, nem akarok elmenni, nyugi. Jó. És mindjárt ezzel meg is vagyunk akkor. Nyomunk egy tempomatot, Franco. Hát egy 5000-est kerestünk, amennyit bukunk ugye egy nap. A különböző vérmunkákkal egy ilyen nagyon laza, gyors munkával meg is tudod keresni.
Nézzük meg. Megy az aratás simán. I betű. Teljesen jól működik. Az A betű is nagyon jól működik. Ugye az A az A-val aratunk. Jó, és ez, hát ez kb. 4500 pénzbe fájt. Oké. Okay. Közel sincs megtelve. Ez gyors volt. Sőt, ha üritek, még egy nagyon gyors munkát még tudnék csinálni. Gyerekek, alig bírja már húzni ez. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alig bírja. Üritek egyet, és akkor gyorsabb még. Hiszen bele fog férni az egészbe, még egy munkát tudok ugye csinálni. Közben meg akartam nézni, igen. Hogy ez mennyi. Mennyi az annyi. 2900, nagyon jó, pont jó árba megy. Pont jó árba megy, és stagnál is, tehát nem emelkedik már följebb. Pont jó árba megy. Akkor tehát, majdnem 180 ezer egy ilyen pót. Még egy bérmunkát gyorsan be kéne mellé vállalni. Hogy biztos kijöjjön. Jó, gyors még egy bérmunkát nézzünk, gyerekek. Azt mondja, hogy... 3-as betakarított. Mit kell ezzel csinálni? Ó, tárcsázni kellene. 7200, gyerekek, ez elég nagy ez a gép. Menjünk és nyomjuk. Ugyanazt, amit az előbb csináltuk, ugye? Ó, hát ez jó lesz. Szóval úgy szeretem ezt a gépet. Kultiválunk egyet. És akkor ezzel biztos meg lesz az a pénzmennyiség is. Úgy, tehát, hogy mindig a súlyt eldobod be azzal inkább, hogy fölcsatolnád. Biztos már ilyen szarul van bájtva, nem? Jó lesz ez, így, így. Jó, most lehúzzuk pikpak. Szerintem 5 perc alatt megvan az egész, 14-18-ra indul. Jó lesz ez nekünk. Elég gyorsan tudja húzni 16-tal. Még milyen a belseje? Elég minimal design. Milyen viccesek ezek a kis kormányok, nem ezekbe a traktorokba. Gyors fordulás. Ó, hát ott az nem volt valami jó. Amíg nem engedte le egyből, ugye? Mindegy, majd kihúzzuk, hogyha nem lesz neki elég. Ez most megint csinálja ezt, gyerekek, ez hihetetlen. Vegyem meg! Komolyan mondom, írok egy készítőknek, hogy bazza megvan véve, hagyjál már ezzel. Majd babogolt el, egyébként volt nekem egy izé verzióm is, amelyik ugye nem volt, nem eredeti volt, ugye annó. És én gyanítom, hogy ezt lehet, hogy azért csinálja. És a izének a mentései ugye az eredeti verziói és a nem eredeti verziói össze vannak keveredve. Még van olyan mentésem elrakva ugye, amelyik még a nem eredetiben volt, van olyan, amelyik az eredetiben volt. Nem tudom, hogy ez hogy függ össze. Na mindegy, most koncentráljunk a melóra. Shubidubi! Oké. Szépen egy izébe meg tud fordulni, egy jibbe.
Na, ennyit mondtunk, 5 perc alatt, ugye akkor 9-ig. Hát az addig lehet, hogy nem fog sikerülni. Mondjuk 14-ről indult, eltelt 2, 2 és fél, és még nem vagyunk a felénél. Kombájnunk hogy áll? Mindig arat, jó. Ugye az I, nem, az A jelű az. Az I jelű ugye vet. Próbálok marha gyors lenni. Legjobb a vérmunkában az, hogy nem nekünk kell lemosni a gépeket. Ez a kultivátor jó koszos ma. Azt nézem, ennek a kultinak ugye, ennek is izé van. Ennek se kell 3 pontos. Viszont ugye vannak olyan... A Big Badon például ugye nincs 3 pontos, azt gondolom mindenki tudja, látta a bemutatómat. Ahhoz kell egy olyan cucc, hogy 3 pontos tudjál csatlakoztatni rá. Ilyen plusz vontatmány. Próbálunk gyors lenni, ezekben a bérmunkákban nagyon ki lehet tanulni. Vagy, ja igen, ezeket a bérmunkákat. Bár nagyon el lehet sajátítani a játékot. Viszont az a durva, hogy ugye a bérmunkában én szoktam csak dolgozni. A saját földemben meg mindig a munkás dolgozik. Durva, nem? Kicsit kihagyunk, az nem baj, ugye? Nem baj az a párcsik. Na, hogy állnak a izék, dolgok? Ahol jelő még mindig arat, úgyhogy jó. Szerintem lassan most fog végezni. Úgyhogy ez pont jó időzítés lesz. Itt ezzel keresünk egy kis pénzt, az olyan elő végez, leürítünk, eladjuk, megvesszük, és készen is vagyunk. Megvan már 3/4. Még egy csík. Ugye ezen kívül visszafele még egy csík szerintem aztán meglátsz. Még egy fogás, tök durván néz ki ez a szürke voltra, nem? Izénk van, itt a faluba egy ilyen bordó voltra. Szépen néz ki rajta az ilyen króm színű voltra felirat. Engem mindig a voltra arról az elem jut eszembe, az meg az is, az nem voltra volt? Vagy volta? Vagy... Varta? Tényleg az varta volt, de mindig arra asszociálok. Te nem, Betty? Te mivel játszasz? Meséljél már valamit. Garden Escape-ben játszik a Betty, most kapott 2 óra... 8 óra free play-t! És reggeli fogsz játszani? LOL! Már nem is annyira fontos, mert most meg már 8 óra, akkor már tök mindegy. Hát úgy van, ugye, hogy valami gyémántok vannak a játékában, és akkor megvan, hogy hányat játszhat. A csillagok, ugye hányat játszhat, és akkor töltődik vissza idő alatt, mondjuk 20 perc alatt egy csillag, vagy nem tudom, egy óra alatt. És most adtak nekik olyat, hogy most folyamatosan játszhatnak. 8 órát, de milyen alkalomból? Valahány idős az a játék most, vagy valami évforduló? Event van. Garden Escape a neve a játéknak, ilyen... Hát ilyen az a tipikus ilyen, mi az? Ilyen bogyólövöldözős? Vagy melyik? Vagy párosítós? A párosítós, tudod, mind a... Melyik a leghíresebb abba az a... Milyen saga, vagy micsoda? Szóda, nem tudom micsoda. Candy Crush meg ilyenek. Na, odani... Hallod? Gyerekek, azért ez mennyire ki volt számolva, ha? Ennél jobban tudtuk volna? Nem hiszem. Ez nagyon jó, ez nagyon brutál volt, gyerekek. Hoppa, ez nem fordult el, mi?
Ez nagyon jó volt, gyorsan megnézem a izét is. Ez hol tart? Hát ez, ennek meg még egy csik van vissza, hogy nagyon jó. És ugye lassan mehetne az idő is, de most nem akarom még pörgetni. 59 ezer liter benne is van. Mehetünk is. Mennyi maradt benne? Ó, még van 6 ezer liter benne, jó. Na, és akkor hova kell eladni, gyerekek? Most nem pörgetünk időt, mert... Tudod miért? Ugye ne változzon az ára. Old Grain Store. Oda kell vinni. Oda föl, ugye? Az igen, megrúg, hallod? Figyeld, várjál. Figyeld. Szallig akarja vinni, nagyon durva. Csak bele ne essen, föl ne burítson, vagy ne tűn. Hallod, ez nagyon nehezen viszi. Ez rúg, nem? Van baj. 28-29. Egyébként nem szabad lassítani. Az... Tolja mind a szart. Jézus Mária. Szegény, szenved. Egyébként ebben a játékban nem váltanak a gépek. Ha megfigyeltek, nincs váltás hang. Az én lentkerekesek a traktorok? Vagy hogy van? Kimegy így is 42-re, úgyhogy ilyenre simán használhatóak a jözék. A kisebb traktorok is, csak ugye... Ha már egyszer építkezik, legyen már nagyon jó képünk. Tök jó a felirat az oldalán. Valami orszarvú, vagy mi az. Nagyon gyorsan ne kanyarodjunk, mert úgy lelök minket az útról ez a szájt, majd mind a szart. Eladjuk, gyerekek. Kapunk érte, majdnem. Simán meg lesz a lizárt, nagyon jó lesz, gyerekek, nagyon jó lesz. Ez a viszont baromi gyorsan tudok majd haladni. Csak a következő az meg tényleg a... Gyerekek, ide beleesnék, hallod? Következő, akkor még már a Big Bad jön. Instant hardvágunk. Ez az Old Grain, ugye? Aha. Nagyon király. Hát egy ilyen szájtmányt elég hamar meg lehet termelni. Ugye? Mondhatni szerintem egy ilyen... Mennyi? Egy óra alatt minimum. És 180 ezeret fog érni. Utána meg egyből ugye időpörgetés megint. Mivel... Hol van itt kerítés? Ja, ott. Nehogy neki menjek valaminek. Mivel ugye megint azt kell csinálni, hogy beérjen a gabona, és megint mehetünk aratni. Itt már ugye... Eszméletlen gyorsan lehet keresni a pénzt. Na gyerekek. Szóval hol ír itt? Hátul ír itt? Figyula, migyula? Pénzösszeget nézzétek? Nagyon tuti mi? Mi az ilyen így kitolja, ha? Ilyen. Hát ez olyan 180 ezernek kell lennie, kicsit kevesebbnek. 175 ezer, tökéletes. És már mit is veszünk meg egyből? Gyorsan gyerekek, hol van? Igen, és legyen piros, nem? Hogy milyen legyen, főszín. Valami amerikás kellett volna. Narancssárga legyen? Vagy milyen színű? Fekete? Legyen fekete! Hú, tudjátok mire emlékeztet? Kerékbájtás széles gumik. Legyen ilyen. Hátsó csatoló legyen rajt, mert akkor tudok vele pótkocsit is húzingálni erre-arra. Gyerekek, ez pénz, ez nem kevés pénz volt, mi? Oda nézzi! Hát ez nagyon coolos. Már lehet, hogy ez egy országúti gumikkal jobban nézed volna neki. Gyerekek, nagyon cool. Ezt föl kell kötni a gatyát a vezetés közben. Ez baromi gyors. Hát ezzel tudom szállítani. Hát ez tök jó. Ez tetszik. Mennyi a vége? 83? Nem 80-ra volt írva amúgy? Nézzetek, srácok. 82, sima, laza. Vaj, de jó, ez nagyon amerikai stílus. Milyen jó haladunk, nem? És
tényleg semmilyen, mindenféle csalás nélkül. Ezt be kéne vágnom balra. Hát azt már visszahozom. Ezt a pótot ugye. Gyerekek, nagyon durván megy. Ez meg pont végzett. 9-es gomb. Vagy 8-es gomb, ugye? Begyorsítunk. Nagyon király. Hú, ezt lefékeztünk, hallod? Maradt a fal előtt, nem tudom hány... Ezért. Jó, megy ugye az időpörgetés, ezzel megyünk a másik földre. A vetőgéppel jövünk erre a földre. Folyamatos termelés. Ugye akkor két földön azon kb. Olyan 30 ezer jön be? Amit mondunk ezen, azt hiszem, hogy olyan 25 ezer. Akkor olyan 55 ezer. És azt megszavazott 3-mal. Hát igen, egy ilyen 100... Ja, egy ilyen 160 ezer körül. Annyi pénz jön ki. A két földből. 170 ezer, mondjuk 170 ezernek. Magyarul két kör alatt majdnem megvan a Big Badára. Úgyhogy esetleg megszabadulunk... megszabadulunk... Mit akart venni, hülye vagy? Megszabadulunk a izétől az egyik traktortól. És akkor megvan a játékban a legnagyobb izé is, traktor is. Na itt ez már lassan mehet is, csak pörgetek, még pörgetek. Nem menjen. Közben visszahozzuk a traktort. Gyapjú kereslet, fonóüzem, jó, hát ezt most hagyjuk. Ez így jó nekünk, ez meg mehet oda a másik oldalra. Kettő földdel folyamatos termelést meg tudod oldani már, ugye? Hárommal meg már nagyon durván meg tudod oldani a folyamatos termelést. Pénztermelést. Gyerekek, ezekbe leszűzöm óra bőven ezekbe a gépekbe. Nem kis pályázunk. Nem nagyon pihennek. Mehet szív, barátom. Oké. Okay. És ezt meg hozzuk vissza. Erre ránézünk. Még nem éred be. Még simán vissza tudjuk hozni ezt. Gyerekek, ez meg szegény szenved itt. Rizard az már jobban fogja kezelni. Nagyon élvezem most ezt a játékot, tetszik. Milyen lassúnak tűnik ez 42-vel így. Hát ez dupla ilyen sebességgel megy ugye. Kár, hogy nincs olyan. Tudom, hogy modok között van, de olyan kamion lenne jó, hogy van hátsó csatolója. És dollival még egyet össze lehetne akasztani, hogy ilyen... Ilyen road train-t lehetne csinálni belőle. Ezért betűkörre rámegyünk. Lehetem már még satúféket nyomni így, amikor meg van ragva ez a gép. Ilyen pici traktorral. Traktorokat lehet, hogy majd elnyomom. Mielőtt ugye a Big Bad meg lenne, azt fogjuk csinálni. Rizárdát tudjuk húzni a pótkocsit és ugye... Úgy csináltuk meg. Sőt, azon gondolkozok ilyenkor, hogyha van csatoló, hátsó csatoló, ugye az olyan dolgokat mondjuk, mint egy kultivátor, azt ugye tudja azt húzni? Lehet Lizárdat kultiválni. Milyen ne lehetne, nem? This is annak nem kell semmi más, csak egy hátsó csatoló. Rohadt érdekes. Lóerő is megvan igazából, akkor miért ne lehetne mi? Jó, ez ugye itt marad. És viszont akkor annyit csinálunk, hogy a dollit azt... lekapjuk. Mit röhögsz te meg?
Ha? Ja, betűvel kis adalmat néz közben. Mi? Megváltozott a izé? Lol. A... De most nem játszasz már? Megmondta, jó hama. Most már 8 órát adnak, már nem olyan érdekes. Mikor 2 órát adtak, akkor rajongtál. Bőség zavar, ami. És most tudjátok mi a gond? Hogy ezt a traktorral nem is tudok most mit kezdeni. Igazából nem is kellene annyira. Mindegy, ezt itt hagyom. Ezt majd esetleg eladjuk. Viszont ezt meg, ezzel meg felveszem azt a pautot. Ha, várjátok? Stopp! Ezt el kell indítanom. Amíg ez végigér, szerintem az... meg is lesz. Viszont már üritelem is kell vele. A franc egyen meg gyerekek, rengeteg dolgom van. Ú, de jól néz ki ez a kamion. Milyen durván gyorsul. Nagyon durva. Nagyon durci, én ezt nem szoktam használni, én mindig tátrázni szoktam. Nagyon beteg állat. Gyerekek, ez gyorsul rendesen, beállítom a tempomatot. Ennyire? 10-re? Mennyit kell pörgetni a tempomatot? Ja, 10 a tempomat, jó. Na, ezt már ki lehet bírni így. Így már kellemes, ezt már nem fogja rángatni. Ez ugye tud gyorsulni, hamar le tudjuk szállítani az árut. Bazze, nagyon jók vagyunk. Megvan a legnagyobb kamion a játékban, megvan a legnagyobb combine a játékban. Most már ugye jöhet a legnagyobb vető és a legnagyobb traktor. És utána már csak akkor a földekre kell gondolni. A legnagyobb traktor meg a legnagyobb vető az ugyan 1 milla mindennel együtt, de ugye azt a vetőt még fogjuk tudni használni, az is jó lesz. Viszont 3 pontos csatoló kell. Most jövök rá. Ugye a izéhere. Big Badra. De bírom ezt a kamion, te. Tiszta izé. American Truck Simulator. De leparkolunk Goldára. Dök jó. Nagyon király. Viszont itt ugye megállítjuk. Én azt kell csinálnom, hogy várni kell sajnos. Ó, hát ez nagyon el van találva. Nézd meg, már a harmadik sort veti. Tök jó. Jók vagyunk. Akkor mennyit kell gyűjtenünk? Hogy van itt a dolog? Amennyit kell gyűjtenünk, az nem kevesebb, mint... Tattor. Tattor ügyileg. Várjatok, nézzük meg a gorást, hogy ugye mennyibe fájna. Ezt el tudjuk adni a kettőt. Hát ez ennél több ér, ugye? Ezt el tudjuk adni minimum 90 ezerért. Darabját, akkor a kettőt el tudjuk adni 180 ezerért, ugye? Amire nekünk szükségünk lenne. Ez a cucchoz kell 3 pontos? Arra van csatolva? Igen, ehhez kell 3 pontos. Akkor mindenképp kell vennünk majd egy ilyen 3 pontos segédberendezést. Az azt hiszem, hogy az ekéknél volt. Úgy emlékszem. Ez kell. Hát ez 15 ezer. Akkor azt hagyjuk is. Nem is fontos. Mármint ez olcsó. Azt mondtam 180 ezeret ugye tudunk a 2 traktorot nyerni. Az ikerkerék az ugyanannyiba fáj, mint az alapértelmezett. A 24 ezer pluszba fáj, hogyha tripla kerék, de az teljesen felesleges szerintem. Jó, srácok, akkor ikerkerékkel 400 ezer, 180 ezeret ugye nyerünk, a 2 traktort ha eladjuk.
Akkor 220 ezeret kell összekapni, ami nagyon kevés, és megvan az első Big Badunk, a nagy, legnagyobb traktor a játékban, 1100 lóerővel. Ami több, mint jó. Több, mint jó, gyerekek. Amit össze lehet szedni körülbelül cirka egy óra alatt, szerintem. Körítsünk akkor már addig. Nem mint hogy fontos lenne, csak ugye most nem tudok más csinálni. Addig nem akarok se bérmunkálni, se semmi, amíg ugye nem érik be rendesen. Na és most meg is történt szerintem a beérés. Ez vicces különben, amikor egy ilyen csíkban nem érik be, nem értem azt miért csinálja. Ez ilyenkor biztos nem éred be? Ha biztos, ezt nem értem ilyenkor. Mert hogy átrakom a másik oldalra. De biztos, ha átrakom a másik oldalra, be fog érni, figyelj! Fogadjunk, elindítom abban a pillanatban, beérik az a zöldség. Nem. Nem tudom az miért, mi a baja. Jó, az megcsinálja, akkor viszont addig, amíg az a zöldség be nem érik, addig még kéne pörgetni. Nem tudom, néha vannak ilyen hibák, de hát azt lehet, hogy nem is várom meg, hanem azt megállítom, aztán majd valami lesz, lehet, hogy valami bug. Nem akarok azért most pörgetni még. Hát ennek ugye hamarabb be kell volna érnie, mert ugye itt kezdte. Ez lehet, hogy valami hiba inkább. Miért csinál ilyeneket? Szép az a kamion. Jó, hogy feketét választottam, ilyen Knight Rider-es. De hogy ez a szürk, ez miért nem csillog rajt? Ezt megcsinálták volna valami krómosra. Jó van, srácok, szerintem egész jó haladók megint. Sterimot kéne lassan már tényleg vennünk. Ja, ezt a traktort lehet, hogy elviszem, azt el is adom, ha már egyszer. Ezt közben gyorsan adom, jó? A maradék dolog az még maradhat. Ezzel elmegyek, azt eladom. És akkor annyival beljebb legyünk, és jobban átlátjuk. Itt egy olyan 200 ezeret kell összekapni. Többi bérmunkából megvan. Elmegyek, eladom. Nem kellett volna lemosni. Ugye azért viszem el természetesen a bolthoz, mert úgy többet adnak érte. Értékesebb dolgokat mindenképpen úgy adjátok el. Jó, most elnyomjuk. Az a traktor az addig ott kell, hogy legyen. Ugye amíg nekünk nem lesz. Ez micsoda ez a szelep ott? Vagy kar. Addig ott meg kell, hogy legyen, amíg ugye nem veszünk meg az új traktort, mert anélkül nem fogjuk tudni osztani a vetőt. Hát én azt annyit tudnék így mondani én a számításaim szerint, hogy a következő rész biztos, hogy meg tudjuk venni az első Big Badot, ami 400 ezerbe kerül, 415 ezer az éven együtt. 420 ezer mi a francel együtt? Ugye kell a 3 pontos cucc hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy fog fordulni ezeken a kicsi földeken. Viszont baromi gyorsan le fogja vetni a Schwarzenegger. Dupla ilyen sebessége, főleg ha megveszünk hozzá majd a nagyvetőt is. És ha megvan ezt hozzá a nagyvető, akkor utána megint földet fogunk venni. Jó van, barátom. Hogy érzed? Jól vagyunk a pokotnál. Hát jó szolgálatot tett ez a traktor, köszönjük neki a segítséget. Tényleg nagyon szuper volt. Enélkül ugye nehezen boldogultunk volna. Néha az ember így kicsit sajnál ilyen gépeket, nem? Nem vagytok ti úgy vele? Még így virtuálisan is. Mert azt a súlyt, azt is el kéne adnom fölösleges ott. Bár azzal nem fogok meggazdagodni.
Hát újjára fölveszem. Úgyhogy ezt is elnyomjuk. Kapunk érte 500-at az is. Vagy nem tudom, pár ezret, 1-2 ezret kaphatunk érte talán. Súly, 720. Jó sok. De fölösleges, hogy van ott. És 80 ezeret kapunk érte, így, aha. Amúgy meg mennyit kaptunk volna érte? Nézzük már meg. Ott van. 15 ezerrel több, jó. Akkor kicsit többet kell kubikolni. Mit lehet ezen állítani? Széles gumik, aha. Jó, eladtuk. Van 85 ezrünk. Hát igen, akkor még egyszer 80 ezeret ugye ki tudunk hozni belőle. Akkor az felmegyünk ugye 160 ezerre. És nekünk kell 400 ezer. Hát akkor azért lehet kubikolni, gyerekek. Jó, srácok, akkor szerintem elbúcsúzom. És akkor a következő részben, hát ezt leürítjük mindenképpen, ne hagyjuk így. Következő részben akkor folytatjuk innen. És következő részben a cél, ez nem lesz más, mint akkor az első Big Bad. Nyomjuk neki, mint az őrült. Aztán próbálkozunk. Semmi másra nem költünk. Azt csináljuk, hogy ezt a kettő területet folyamatosan nyomjuk, meg még ráadásul bérmunkázok is közbe. Hogy azzal is ugye tudjunk keresni. Hát igen, egy rész alatt még bőven meg lesz. Na, az jó lesz azért az a gép. Ez a dupla annyi gyorsan vetünk. Még a szar kicsi vetővel is. Jó. Félre is állok, el is búcsúzom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszik és látjátok a haladást. Ugye ebben a részben meg sikerült venni a kamiont. A nyerges vontatót. A következő részben megpróbáljuk megvenni akkor a Big Badot. Várlak benneteket, remélem, hogy sikerülni fog. Na, jók legyetek. Csáááá.